Tisztelt megjelentek! Gondoros város önkormányzata sikerrel szerepelt a TOP 1, 2, 1, 16, BS 1, 2017, 03-as azonosítószámú Turizmusfejlesztés Békés Szent András, Gondoros és Csabacsű településeken című a Gondorosi Csárda Múzeum felújítására irányuló pályázaton. Így a mai napon sor kerül az ünnepélyes átadásra. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ribárszky Pétert, Gondoros város polgármesterét, dr. Latorcai Csaba Jánost, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Tisztelettel köszöntöm továbbá Dankó Béla, országgyűlési képviselő urat. Dr. Krizsán Anettet, a Békés megyei kormányhivatal igazgatóját. Szebellidi Zoltánt, a Békés megyei önkormányzat alelnökét. Gál Rolandot, a Békés megyei kormányhivatal szarvasi járási hivatalának vezetőjét. Dr. Szebegyinszky Attilát, a Gondorosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. Kozsuk Kornélt, Gondoros város alpolgármesterét. Brülázs Jánost, Kardos község polgármesterét. Hegedűs Rolandot, Hunya község polgármesterét. Lavrinyecné Trőnyik Juditot, a Gondorosi Petőfi István általános iskola vezetőjét. Horcsák Istvánt, a Gondorosi Többsincs óvoda és bölcsöde vezetőjét. Paulik Tamást, a Gondorosi Település üzemeltető és szolgáltató közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetőjét. Mladonyicki Gyöngyit és Csonka Zsoltot, a Gondorosi Turisztikai Szolgáltató közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetőjét. A nyilvánosság részéről a Csaba TV Kft. Képviselőit. A tervezés részéről Paluska Pált, a Work Metal Trans Kft. Ügyvezetőjét. Dr. Belényesi Károlyt, a Historiark Kft. Ügyvezetőjét. Paluska Zoltán műszaki ellenőrt, a Werker Kft. Ügyvezetőjét. Szintén a kivitelezés részéről Vuit Vesznát, a Heritage Consulting Kft. Ügyvezetőjét. A megjelent önkormányzati képviselőket, bizottsági tagokat, a civil szervezetek, intézmények vezetőit, képviselőit, és nem utolsó sorban a sajtómunkatársait. Tisztelt egybegyűltek! Kérem, hogy rendezvényünk nyitásaként tekintsék meg Kovács Gábor helyi csikós bemutatóját.
köszönjük Gábornak a bemutatót. Köszöntöm Oszter Sándort, Kossuth és Jászai Mari díjas, színészt, városunk díszpolgárát. Felkérem Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, hogy mondja el gondolatait. Tisztelt államtitkár úr, polgármester úr, alelnök úr, művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gondolosiak, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes szép napon, itt a Kondorosi csárda előtt a magam, és Herceg Tamás képviselő úr nevében is, aki sajnos nem tudott eljönni erre az átadó ünnepségre egy másik program miatt, hiszen most rengeteg átadó ünnepségen és más eseményen kell részt vegyünk, meg kell osszuk az erőforrásokat, és én vállaltam, hogy köszöntöm az ő nevében is a megjelenteket. Én azt gondolom, hogy nem csak azért szép ez a nap, mert ilyen szép napsütéses, hanem azért is, mert egy olyan fontos épület felújítását jöttünk ma megünnepelni, mint a Kondorosi csárda. Fontos ez a kondorosiaknak, nyilván elsősorban a kondorosiaknak, hiszen az itteni épített és kulturális örökség szerves része, és egy olyan helyszín a településnek, egy olyan épület a településnek, amelyhez én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, minden kondorosinak sok-sok emléke kötődik. Szerelmek szövődtek itt, házasságok kötöttek, és lehetne még sorolni azokat a szép eseményeket, amelyek mind-mind ez az épülethez kötődnek. Emellett nyilvánvalóan az egyik leghíresebb, legnevezetesebb turisztikai látványossága megyében, amely nem csak a megyében ismert, hanem az országban és még a határainkon túl is. Ezért is nagyon fontos feladata volt mindig az önkormányzatnak az, hogy odafigyeljen a csárdára, odafigyeljen a múltját felidézve a jelenére, és építse a jövőjét. Hála Istennek ez már többször előfordult, több ütemben az önkormányzat már felújította és visszaadta mind a kondorosiaknak, mind az ideérkezőknek, és elérkezett az idő a közelmúltban, amikor is azt láttuk, hogy, és azt látta a település jelenlegi vezetése, polgármester és a képviselőtestület, hogy a korábban már jó néhány éve felújított múzeum épület, hála Isten a sok látogatónak és az itt lezajlott rendezvényeknek már olyan állapotba került, hogy ismét ráférne a felújítás, illetve az sem mellékes, hogy a mai kor követelményének megfelelő kiállítást kell létrehozni itt ahhoz, hogy még több embert lehessen vonzani, még több turistát lehessen vonzani a Kondorosi csárdába. Ezért került benyújtásra ez a pályázat, és hála Istennek sikeres volt, és sok-sok ember munkájának köszönhetően építőknek, szakembereknek, turisztikai szakembereknek, régészeti szakembereknek köszönhetően ez a csárda most elkészülhetett, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban sok-sok örömet fog okozni mind a kondorosiaknak, mind pedig minden ide látogatónak. Én kívánom azt, hogy minél többen láthassák azt a csodát, azt a pici csodát, amit itt sikerült az elmúlt időszakban nekünk létrehozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm képviselő úr szavait. Felkérem dr. Latorcai Csaba János államtitkár urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, alelnök úr, művész úr, hölgyeim és uraim, kedves kondorosiak! Kondorosi csárda mellett gulyaménes ott delelget, csárdabéli szép asszonynál bort iszik az öreg bojtár. Arany Jánosnak a betyár című örökbecsű, és ennek az épületnek itt mögöttem emléket állító versének soraival köszöntöm mindnyájukat. A nyolc út találkozásánál 1740 körül épült, majd 1784-ben már újjáépült, s most a 21. század harmadik évtizedének küszöbén megújult Kondorosi csárdánál. Köszönöm a lehetőséget, hogy ebből a jeles alkalomból megoszthatom önökkel gondolataimat. Ebben a műemlékképületben itt mögöttem található Csárda Múzeum felújítása, eszközfejlesztése és látogató barát funkció kialakítása valósult meg az elmúlt időszakban, abban az épületben, mely egykor a betyárok, mint Rózsa Sándor által is látogatott csárda volt.
Megfordult itt ugyanakkor Arany János, és nemzeti himnuszunk megzenésítője, történelmi operáink, mint a Bánkbán és a Hunyadi László szerzője, Erkel Ferenc is. Írásaiban megörökítette, és az utókor számára is halhatatlanná tette a kondorosi csárdát Petőfi Sándor, Jókai Mór, vagy éppen Móricz Zsigmond. A legenda úgy tartja, hogy Erkel Ferenc 1838-ban, útban Pest felé, betért pihenni a csárdába. Az iszogató betyároknak feltűnt az idegen, kissé félénk jövevény, s mikor kiderült, hogy foglalkozása szerint muzsikussal van dolguk, a betyárok mindjárt felállították Erkel magával hozott ongonáját, ahogy az orgonát nevezték a betyárok. A nagy zeneszerző egész estés virtuóz koncertje akkora sikert aratott, hogy a fáma szerint Erkel lovas kíséretet kapott egészen Kecskemétig. Sok más legenda és történet is fűződik ehhez a helyhez, hogy aztán mi az igazság, az a történelem jótékony homályába vész ugyan. Minden esetre nekünk, magyaroknak gazdagította, és máig is gazdagítja identitásunkat, nemzeti tudatunkat, érzésvilágunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország alaptörvényének nemzeti hitvallásában kinyilvánítjuk egyebek mellett azt az elhatározásunkat, miszerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Ennek jegyében került sor a turizmusfejlesztés Békés Szent András Kondoros és Csabacsűd településeken elnevezésű projekt megvalósítására kormányzati és Európai Uniós támogatással. A teljes támogatási összeg 365 millió forintot tett ki, ebből Kondoros mintegy 255 millió forintban részesült. A csárda felújítása 62 millió forintot tett ki a támogatásból. A korszerűsítés többek között kiterjedt a műemlékileg védett épület homlokzataira és belső falfelületeire, valamint korszerű padlófűtés kialakítására. A Csárda Múzeumban található Mihály Árpád és Csép Atalj Mihály által festett Betyárok rohama a Szabadság harcban című festmény restaurálása is megvalósulhatott, így az alkotás már teljes pompájában látható lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Történeti örökségünkre, műemlékeinkre nem csak épített emlékekként tekintünk, hanem kultúránk komplex továbbörökítőjére is. A magyar kormány ezért vállalta fel a Nemzeti Kastély és Várprogramot, az egyházi műemlékek, a határon túl épített kulturális értékeink, a hazai turisztikai, vagy a vendéglátáshoz kapcsolódó épített örökségünk fel, illetve megújítását. Hazánk csodálatos természeti értékkel, vonzó turisztikai célpontokkal rendelkezik, bármennyire is induljunk el az országban. Az Őrségtől az Alföldig, a Balatontól a Tiszató természeti és vízvilágáig meg annyi csoda várja a belföldi turizmusra fogékony honfitársainkat. Hegyeink télen, nyáron számos sportolási, kikapcsolódási és rekreációs lehetőséget nyújtanak az aktív sportolásra vágyóknak. Nő a vallási turizmus és az ehhez kapcsolódó országot átszelő zarándokutak népszerűsége. Közkedveltek a városlátogató és gasztronómiai programok is. Itt az ideje annak, hogy minél többen, minél gyakrabban tegyünk kirándulásokat, és fedezzük fel Magyarország csodálatos természeti, műemléki, idegenforgalmi adottságokkal rendelkező térségeit, közöttük Békés megyének ezt a csodálatos szegletét is.
Ezért is örülök annak, hogy a kondorosi csárda széles együttműködésben, benne a 62 millió forintos állami támogatásnak is köszönhetően, a tradíciók megtartásával, egyúttal pedig kihasználva a 21. század modern technika nyújtotta lehetőségeit is, újult meg, és fogadhatja az éhes és szomjas vándorokat. Köszönöm mindazok munkáját, akik a korszerűsítés bármely fázisában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a méltán híres épület még sok évem, évtizedem, évszázadon át hirdethesse a színes, izgalmas és hamisítatlanul magyar betyárvilág történetét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm államtitkár úr szavait. Megkérem, Oszter Sándor művész urat, mondja el szavallatát. Szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra nagyon nagy nap, hogy itt lehetek ezen a nagyon magasztos ünnepen. Egy rövid verssel köszönteném ünnepünket, nagyjá lenni. Tőle ki gyógyít, és ki a csárdát építi nekem, elvárom, remekül tegye dolgát, dolga bármi legyen. Nem, ne legyen közepes, vacak, átlag, sem a sárcipő, sem a ház, bűn a középszerűség, akár csak a hazug szó. Elfajulás. Buzdítsa ki magát. Hadd tenne dicsőt, remeket. Nagyjá nem lenni gyalázat, mind nagyjá legyetek. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadást. Felkérem Ribárszky Pétert, Kondorosváros polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét, és ismertesse a megvalósult projektet. Tisztelt államtitkár úr, képviselő úr, igazgatóasszony, alelnök úr, művész úr, kedves meghívott vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Elsőként hagyj kezdjem azzal, hogy megköszönjem államtitkár úrnak és művész úrnak, hogy elfogadták az invitálásunkat és meghívásunkat ide Kondorosra erre a jeles ünnepre, és hogy itt vannak, velünk együtt ünnepelnek, és így még ünnepibb ez a mai nap számunkra. Hogy mondjam el, hogy örömteli, hogy ilyen szép számmal jelentünk meg, bár egy picit ki kell fordulnom, mert mindenki keresi az árnyékot ezen a szép júliusi napon, de azért annyira nincsen most forróság, még az időjárás is kegyes hozzánk, de nagyon szép számmal összegyűltünk itt ezen a jeles napon számunkra, a kondorosiak, és remélem sokak számára jeles napon. És talán a jelenlévők száma is azt mutatja, hogy itt valami új, valami szép, valami csoda született, mert ha visszaidézem az elmúlt évek átadó eseményeit, projektátadó eseményeit, nagyon régen voltunk ennyien egy ilyen ünnepi projektátadón. És amellett, hogy valami új és valami szép született, a jelenlévőknek a létszáma alátámasztja azt, hogy itt egy széleskörű partneri összefogásban és együttműködésben készült el valami, újult meg valami, ami a városunk attrakciója, fő turisztikai attrakciója. A projekt ismertetése az én feladatom, és így utoljára kerültem, és engedjék meg, hogy nem szorítkozhatok a projekt ismertetésben csak simán és kizárólag a mai nap hívószavára, a Kondorosi Csárda Múzeum felújításának ismertetésére, hisz a projekt ettől sokkal szélesebb és sokkal több. Nem szeretném ezzel untatni önöket, de muszáj, hogy szót ejtsünk erről, mert büszkék vagyunk mindarra, ami megszületett nem csak Kondoroson, hanem a térségben is, hisz a környékbeli településekkel nem csak a kötelező önkormányzati feladataink ellátására szoktunk szövetkezni és szövetséget, együttműködést kötni, hanem fejlesztési céljaink, fejlesztési elképzeléseink megvalósítására is sokszor szövetkezünk. Így történt ez a településfejlesztési operatív program keretében benyújtott pályázatkor, amikor Békésszent András és Csabacsüd község településekkel Kondoros Városa egy konzorciumot kötött, amely
amelyben a turisztikai attrakciók fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot. Így összesen, ahogy államtitkár úr is ezt már elmondta, több mint 365 millió forintot nyert el a konzorcium, melyet Gondorosváros önkormányzata vezet. Ebből Csabacsüd község több mint 31 millió forintból fogja megvalósítani a turisztikai fejlesztését. Ez egy rendezvényhelyszínnek a fejlesztése, ami még hamarosan meg fog valósulni, valamint Dékés-Szent András településen pedig 80 millió forintból egy színpad és egy fedett nézőtér, valamint ez egy ezt kiszolgáló eszközbeszerzés valósult már meg. És Gondoros a projekt gazda, és Gondoroson mertünk nagyot álmodni, amikor a pályázat benyújtásról volt szó, hogy lehetőségünk nyílik egy fejlesztési forrás megpályázni, akkor egy nagy álom mentén indultak el a gondolatok, és 4 fejlesztési helyszínre nyújtottuk be a pályázatunkat, ami hála Istennek sikeres lett, így városunkban több mint 254 millió forint értékben valósulnak meg turisztikai attrakció fejlesztések. Szeretném ismertetni, hogy a városunkban milyen fejlesztések valósultak és valósulnak meg a közeljövőben. A kastélykert kápolnájában, a Batthyány Gejsz kastély kertjében található kápolna újul meg. Itt egy építészeti felújítás történt az épületen, több mint 30 millió forint nettó, 30 millió forint értékben. Külső és belső építészeti felújítás, valamint a kastély kertjében padok, szeméttárolók települtek, és infrastruktúrális fejlesztés keretében pedig egy vizes blokk, egy szaniter konténer lesz, illetve lett elhelyezve. Második ilyen fejlesztésünk egy hagyományőrző központnak a kialakítása a meglévő lovaspályánk környezetében. Itt közösségi foglalkoztató tér kerül kialakításra, 2 darab 50 négyzetméteres felülről fedett, oldalról nyitott, csűr jellegű, csűrre hasonlító közösségi foglalkoztató teret építünk, és itt kívánjuk bemutatni a településünk kulturális hagyományait többek között, valamint fogadjuk a Gondorosra érkező turistákat és vendégeket, ahol ugyan fix épített szálláshely nincsen, de sátorozásra nyílik lehetőség, és ezt kiszolgálandóan pedig 2 szintén szaniter konténer telepítettünk, vagy fogunk telepíteni, amely tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséggel is szolgál, valamint természetesen vizes blokk is helyet kapott benne. Harmadikként pihenő és szabadidőparkot alakítunk ki a város központjában, az egyes számú záportározóban, vagy a gondorosiak által csak varodai tóként emlegetett területen. Ezt a területet bevonjuk a csárda körüli attrakcióba, és folytatjuk a tóparti sétánynak a fejlesztését, megépítjük és burkoljuk a tóparti utcát, továbbá egy új hidat létesítünk a tóban lévő szigetre, ahol szintén egy sétány lesz, és egy pavilon is helyet fog kapni, ahol na reméljük, hogy a közeljövőben nagyon sok gondorosi fiatal fogja úgy gondolni, hogy ott kíván házasságot kötni. És továbbá az egészséges életmód jegyében pedig fitness eszközök is települnek a tóparton. És akkor végül, de nem utolsó sorban, szándékosan hagytam utoljára a 4. számunkra talán első helyen álló és városunk kiemelt turisztikai attrakciójának a fejlesztését. Az 1740-es években épült 8 út találkozásánál épült Gondorosi Csárda múzeumának a fejlesztését, ami a múzeum épületének építészeti felújítását és eszközfejlesztését, attrakciófejlesztését foglalja magába, és mindez több mint nettó 62 millió forint értékben valósulhatott meg. Az építészeti felújítás keretében államtitkár úr köszöntőjében már idézett abból, hogy mik valósultak meg. Valóban a múzeum épületére már ráfért a felújítás, ezért vakolatjavítások, teljes külső-belső festés történt meg, nyílászáró cseréje, javítása, az új fűtési rendszer épült ki, új burkolatok épültek, és egy napelemes rendszert is telepítettünk az energiahatékonyság jegyében. Azt gondolom, hogy talán a hangsúly és a főszerep az a belsőn van, hisz a szerény véleményem az, hogy azoknak a bemutatótereknek, azoknak a múzeumoknak, azoknak a kiállító tereknek az ideje
lejárt, ahol egy kihúzott, kifeszített kordon, kifeszített kötél mögött kiállított tereket lehet megtekinteni. Ez már a múlt. Ma sokkal inkább szükség van arra, és igénylik az emberek azt, hogy interaktívan, aktívan vegyenek részt, kapcsolódjanak be egy múzeumi tárlatba, meg tudják fogni, le tudjanak mellé ülni, selfit tudjanak készíteni, ki tudják próbálni, és így ezáltal sokkal inkább bele tudják élni magukat az akkori korba. Nem történt ez másként a kondorosi csárda fejlesztésénél sem, hisz próbáltuk megidézni az akkori korabeli csárdavilágot, ami azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, ez a szerény véleményem, és minden szerénytelenség nélkül mondhatom. Mert engem megfogott, engem megigézett, és rabul ejtett, és azt gondolom és azt remélem, hogy a Kondorosra érkező látogatók, turisták, akik meg fogják tekinteni a kondorosi csárdát és a felújított kondorosi csárda múzeumot, ők legalább így fognak érezni. Rabul ejti őket a korabeli csárdavilág, a korabeli csárdavilághoz kapcsolódó betyárvilág, hisz a belső terek kialakításánál is erre törekedtünk, hogy minél inkább megigézzük a múltat, és be tudjuk mutatni az akkori és a korabeli csárdavilágot. Én szeretnék nagy köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett. Nem is bocsátkoznék abba, hogy felsoroljam, mert mint ahogy a felvezetőmben említettem, ez valóban egy széleskörű partneri összefogás keretében valósulhatott meg. Ez a projekt, ezért mindenkinek nagy köszönet és hála, hogy ezt a csodát, ami most megvalósulhatott, ezt itt Kondorosra és létrehozták. És azt kívánom mindenkinek, aki ellátogat Kondorosra és megnézi a kondorosi csárda felújított múzeumát, hogy használják egészséggel, de mindemellett a múzeumhasználók vigyázzanak is a belsőre, vigyázzanak ezekre az értékekre, hisz az a tervünk és az a célunk, hogy sok-sok éven keresztül meg tudjuk mutatni ezt a betyárvilágot és a csárdavilágot a Kondorosra érkezőknek, és nagyon reméljük, hogy egy nagyon nagy töltettel gazdagodva mind országhatárainkon belül, mind országhatárainkon kívül elviszik még messzebbre Kondoros és a kondorosi csárda hírnevét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm polgármester úr szavait. Felkérem Ribárszky Péter polgármester urat, dr. Latorcai Csaba János államtitkár urat és Oszter Sándor művész urat, hogy fáradjanak ide és vegyenek részt az ünnepélyes szalagátvágáson. Kedves vendégeink, kérem, hogy tekintsék meg a Körösök Völgye Vitézi Bandérium bemutatóját. Tóth Mihály, 56 éves, kígyós pusztai nőtelen tanászbojtár. Csárdában részegeskedő magát, botrányosan viseltető. Többszörös gyilkos, lókötő. Másoknak is elrettentő példájára, s a zsenge ifjúság okulására, golyó általi halára ítélteti. No! Tedd az ítéletet, hajtsd végre rajta! Érdek, kutya! Mi fújtátok? Kik vannak ott? Lépve csinyérnek, zsandárok! Eljött van az ellenünk! Van mindenki! Érdek, kutya! Érdek! Balaszlan! Erre komán, mit szabad én? Balaszlan! Mit képzeltek magatokról, ti, kutyapatjai? Hallam őröt!
Nincsen nekem semmi, a törvényszabát teljesítettem. A törvényszabát? Hány személynek küldtél a halálba? Csak amennyi megérdemelte. Megérdemelte az öcsém is, egy bárány sikerítette, hogy legyen kenyére való telek, vitóra juttattam. Imádkozz, kutya! A szabadságért!